Testvérem, kérlek, hallgass meg, nincs már sok időnk. Hagyjuk ez a világ túl gyorsan a fejünkre lő. Súlyos sebeket ejtettünk, testvér testvére támadt. Jézus nevében harcolt és ölt Isten nevében szájában. Fuss menekülj, fuss menekülj, fuss menekülj el Babilonból. Fuss menekülj, fuss menekülj, fuss menekülj el Babilonból. Méltóságok összekacsintanak, de mit rejt a farrás és állarc. Adják, veszik a lelkeket, Isten és az ember közé állhat. Jöjj, ismerd meg örökségedet, forjuk össze Ábrahámban. Rúgjuk ki a gyűlöletet, ami régóta elválaszt. Most menekülj, most menekülj, most menekülj el. Szétszórva, széttörve a test, féltékeny, büszke királyságok. Nincs rád szükségem, ezt mondjuk, majd én egyedül megcsinálom. A világ értetlenül áll, sokan azt sem tudják, hogy létezünk. Sok fáradtság, sok segítség elmúlik, ismeretlenül. Kérlek, gondold meg azt, hogy merre megyünk. Atyám akarata ma is ugyanaz, hogy egyek legyünk. A pokol kapu is egyőznek le majd, ha egyszer együtt leszünk. És minden félelmet, minden sérelmet örökre félelmeszünk. Szeretném bekonferálni a mai estének az utolsó felszólalóját. A Magyarországi Evangéliumi Testvér Közösség lelkészét, Iványi Gábor testvérünket. Nincs még este, és reméljük, hogy nem is száll el sötétségét. Ne féljtek, kicsi nyáj, mert tetszett az Istennek, hogy nektek adja az országot. Kedves testvéreim, barátaim, vannak olyanok, akik egy kis bibliaolvasó vezérfonal szerint is szokták az Isten igényét olvasni, és én ezért elhoztam nektek azt, amit ma olvastam ebből a kis könyvecskéből. Két ige, az egyik mindig a Biblia első kötetéből van, de amit a keresztények Ószövetségnek neveznek, a másik a második kötetből, amit Újszövetségnek nevezünk. A mai ige az így szól, Haggeus próféta első könyve 13. verséből szólt Haggeus az Úr követe az Úr küldetésében, mondván a népnek, én veletek vagyok, ezt mondja az Úr. Ez az egyik üzenet mára.
A másik ige pedig a Római Levél harmadik részének a 38 és 39. verse, ami így szól: meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztuson a mi Urunkban. Nincs olyan nagy baj. Isten velünk van, és semmi el nem szakíthat tőle. Nem mondhatjuk el ugyanezt azokról, akik most bent a parlamentben a törvényt megszavazzák. Ők nincsenek velünk, ők ellenünk vannak, de mi szeretjük ellenségeinket is, és ez a szeretet azt jelenti, hogy ragaszkodunk bizonyos elvekhez, ahhoz is, hogy ők azokat az isteni elveket kövessék, melyek alapján lehet ezen a földön bíráskodni. A második Zsoltár arra inti a földi uralkodókat, hogy rettegjenek, félelemmel munkálkodjanak, mert Isten nem áll oda minden hatalom mellé. A kétharmad lehet, hogy Istentől való, de ez egy megelőlegezett bizalom, és nem minden kétharmaddal hozott törvény mögött állott Isten, hanem csak azok mögött, a törvények mögött, amelyek összhangban vannak az ő akaratával. Isten nem támogat alkotmánysértő törvényeket, Isten nem támogatja azt, hogy emberek jogait visszamenőleg elvegyék, Isten nem támogatja azt, hogy elhallgattassák az emberek véleményét, Isten nem támogatja azt, hogy a gyengéket, a szegényeket büntessék 150 ezer forinttal, vagy egyéb szörnyű, az egész világon elképedést kiváltó akciókkal. Isten nem támogatja azt, ami hívő nézetünk szerint, és azt gondolom, hogy ezt le lehet fordítani nem hívők nyelvére se, azt, ami emberi akaratból, akarnokságból, erőszakból születik, és csak arra támaszkodik, nem a meggyőzésre, mert nem egyeztetett senki, de nem csak velünk, hanem más csoportokkal sem ebben az országban, hanem diktálnak nekünk, és ezt közismert nevén diktatúrának szokták nevezni. Az, hogy most még egy nap elválaszt bennünket attól az évtől, amelytől kezdve az önmaguk számára adott felhatalmazás szerint úgy képzelik, azt tesznek, amit akarnak, nem azt jelenti, hogy már most, december 30-án nincs diktatúra. Nem hagytak el viszont bennünket Isten mellett azok a barátaink, testvéreink, hívők és nem hívők egyaránt, akiknek fontos, hogy Magyarországon demokrácia legyen, kiszámítható jogbiztonság legyen, akik érzékenyek a társadalmi problémákra, szociális kérdésekre, akiknek fontos Magyarország jó hírneve, akik nem hisznek a rablógazdálkodásnak a hosszú távú sikerében, akik azt gondolják, hogy Magyarország egy nagyobb emberi közösség része, és akarnak is maradni, nem csak európai embertársaikkal, hanem az egész világban, oikumenében, az egész teremtett földben gondolkodnak, mert Isten az egész teremtett világot szerette, és mi magunk is ehhez ragaszkodunk, és nem hisszük, hogy ami történik, az Magyarországnak a belügye. Azt is el kell mondanom, hogy ami most történik egyházainkkal is, az bizonyára részben Istentől való azért, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy vajon nem puhultunk-e el igazán, nem zárkoztunk-e be, nem gondoltuk-e azt, hogy csak a mi helyzetünk tisztázódjék, és ezért végtelenül fájlaljuk, hogy vannak egyházak, amelyek
elfogadták azt, hogy őket megkülönböztetetten vegyék nyilvántartásba, függetlenül attól, hogy mikor jöttek létre és mekkorák, miközben a többiekkel a hatalom úgy tűnik azt akar tenni, amit jónak gondol. Mi úgy érezzük, hogy ha összetudtunk volna fogni valamennyien, akkor ezt a törvényt nem lehetett volna meghozni, és ez egy intő jel valamennyiünk számára. Arra is, hogy ne csak mi hívő emberek fogjunk össze, hanem mindazokkal a jó szándékokkal, amelyek a törvényesség visszaállítását, helyreállítását célozzák, és amelyeket olyan eszközökkel valósítanak meg, amelyekhez mi is adhatjuk a nevünket. Mert elemükre nyilatkozni nem kell, de nem kell mindenhez esetleg csatlakozni. Ugyanakkor viszont Isten áldja meg azokat a nem csak hívő, de nem hívő demokratákat is, vagy azokat a nem csak keresztény vallásokhoz ragaszkodó honfitársainkat, akik az alapvető emberi jogokért szállnak síkra. Tehát ahogy Isten Jézus hegyi beszédben mondott szavai szerint az egész világ atya felhozza a napját mindannyiunk számára, tanuljunk meg ebből a helyzetből mi is isteni módon kinézni és azt mondani, hogy Isten bizalma, bennünk való hite, az a megbízatás, amit nekünk a Föld gondozására és őrzésére adott, az töretlen és mindannyiunkra vonatkozik. Nem egymás atyai vagyunk, akár hatalomban vagyunk, akár nem, hanem egymás testvérei vagyunk, és nem az a kérdés, hogy mit csinál a mi atyánk, hanem az a kérdés, hogy mit csinálnak a testvérek, mi lesz Józseffel, eladják-e, vagy nem. Ha az én atyám fia vétkezik ellenem, mit kell tennem, a Biblia ismerők tudják, hogy én mire gondolok e közben. Tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy egymásnak igaz testvérei legyünk, és ezzel az elfogadó, Istentől örökölt, atyai Istentől örökölt szeretettel hassunk egymásra, hadd dolgozzék ez a személyválogatás nélküli szeretet, és Isten pedig végezze el a maga titkos módján kinek-kinek a szívében azt, amit ő akar. Tehát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben mi fontos intést kaptunk, amit alázattal el kell fogadnunk, meg kell újulnunk, oda kell fordulnunk Isten akarata felé igazán. Nem csak a saját jogainkat kell védeni, hanem mindenkiét, és azon kívül pedig bátorságot kell gyűjtenünk magunkba, hiszen az elrejtett arc, a távolmaradás, a reménykedés, hogy majd valaki helyettünk elvégzi a feladatot, soha nem fog gyümölcsöt teremni. Nem az Európai Unióban, nem a tengeren túlon, és nem itt a háttérben megdolgozható képviselőkön múlik, hogy mi fog történni, hanem nagy részt rajtunk, és Isten várja azt, hogy vállaljuk az arcunkat, vállaljuk a hitünket, vállaljuk a véleményünket. Mi most elindítottunk egy böjtláncot, csatlakozva Izsák bácsi, Jeremiás, Menonita lelkész testvérünk által elindított mozgalomhoz, ő majdnem 40 napot böjtölt, televízió előtt újságírók folytattak éhségsztrájkot, a böjt.atw.hu oldalon elindított mozgalomhoz bárki csatlakozhat, de ott is azt kértük, hogy csak az vegyen benne részt, aki vállalja a nevét is. Az nem megy, hogy csendben a háttérben reménykedünk csupán. Azt is kell, de fontos, hogy egy minimális kockázatot vállalva, mert hiszen talán az életünket még nem kérik, vannak a világnak olyan pontjai, ahol ez is megtörténik, és mégis sokan vállalják Isten igazságát és az ő országát. Gondoljunk őrájuk is, gondoljunk a hithősökre, akiknek soha nem volt előre egészen biztos meggyőződésük arról,
hogy győztesen fogják befejezni az útjukat. Gondoljunk Sidrák, Misák és Abednégóra, akik azt mondták, az Isten meg tud szabadítani a te kezedből és a tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, akkor sem fogunk imádni olyan hatalmat, olyan bálványt, amelyik eltántorítana bennünket alapvető emberi jogainktól. Vagy gondoljunk Mózesre, aki nem kívánt együtt lenni a fáraó udvarával, akkor sem, hogyha akarata ellenére oda bekerült, nagyon jó kapcsolatai lehettek, hanem inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Tehát még egyszer, itt most nagy lehetőséget is kaptunk a mindenható Istentől, megszabaduljunk félénkségünktől, kisebbrendűségi érzésünktől, attól, hogy kevesen vagyunk, hogy felidézzük magunkba Jézus példázatát a mustármagról, hogy magunk elé idézzük őt, aki a legvégső harcaiban egyedül maradt, kiszolgáltatottan és mégsem veszett el az Isten országának az ügye, és idézzük fel akár Luther Mártonnak a híres himnuszát is, amiben azt énekli, hogy nőnk és gyermekünk mind elvehetik, mit ér ez ő nekik, miénk a menny örökre. A most bent szavazás alatt lévő törvény úgy rendelkezik, hogy azok, akiket január 1-től átminősítenek egyesületté, ha ők maguk önként nem jegyeztetik be maguknak egyesületként lemondva ezzel egyházi státuszukról, akkor elkobozzák minden vagyonukat. Tehát tudjuk, hogy mivel jár az, hogyha megpróbálunk megmaradni azon a talajon, azon az alapon, amin eddig jártunk. A kérdés így vetődik fel, mennyit ér meg nekünk az, hogy Isten akarata fontos legyen, ami számunkra. Én azért szeretnék mindenkinek áldott, boldog új esztendőt kívánni, és azt a gondolatot továbbadni, hogy az az út, amire most elindulunk a következő esztendőbe, a csodáknak az útja lesz. El lehet menekülni a próba elől, de akkor kimaradunk a csodákból. És Istennek sok ajándéka, sok öröme, sok áldása van a számunkra. Legyen is így, és áldjon meg mindenkinket, amiben hatás. Köszönjük szépen! Szeretném hívni most a jelenlévő gyülekezeteknek a lelkészeit, pásztoreit, hogy gyertek mindannyian ide, és Piszter Ervin pedig arra szeretném kérni, hogy gyere, Ervin, és egy közös imába szeretném, hogyha Istenhez fordulnánk, a római levél 8. fejezete alapján szeretnénk a Pálnak szavain keresztül az Úrhoz folyamodni. Hívlak benneteket is erre. Egy közös imádságképpen szeretném, ha elmondanánk, megvallanánk együtt ezeket az igéket. Ezek valóban az örökkévaló Istennek a szavai, és túlél, és túlélt mindenféle kor, és meg fog állni örökké, azt mondja a Biblia, hogy ég és a föld el fognak múlni, de az ő beszéde megmarad örökké. Tehát így mondjuk ezeket az igéket, és kérlek, és bele szeretnélek vonni benneteket is, olyan módon, hogy én előre olvasnám a egy-egy mondatot, és kérlek, hogy mondjátok utána. Azt pedig tudjuk, hogy aki Istent szereti, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk tehát erre? Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kimérte, hanem önmagunkért odaadta, mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt minden. Ki vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Kárhozatra. Aki meghal, sőt feltámad, Jézus a Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik érettünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság? Szorongattatás? Vagy üldözés? Éhezés vagy mezítelenség? Veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te éretted gyilkolnak minket egész nap. Annyira becsülnek minket, mint vágó juhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ezért meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, és semmiféle más teremtmény. Nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Úgy legyen. Amen.